Választási fórumot tartott dr. Csáky András tegnap a Kossuth Művelődési Központ kamara termében, ahol programját is ismertette. A független polgármester jelölt úgy fogalmazott, reméli, hogy október 13-ától új időszak következik Cegléd életében. Én az embert állítom programunk középpontjába. Ahogy szóróanyagomban is írtam, szeretném a szegény sorsú gyermekek esélyét növelni ahhoz, hogy tudáshoz jussanak. Szeretném, hogyha egyetlen egy idős sem maradna magányos, és lehetetlen helyzetbe kerülne, lehetetlen helyzetbe ezért. Szeretném, ha minél több ceglédi állampolgár részt venne azokon a szűrőprogramokon, amelyek hivatalosan is meg vannak hirdetve, de sajnos valamiért ezt nem veszik komolyan. Több mint 480 levelet kaptam a választópolgároktól, amikben leírták nekem, hogy mi az, amiben szeretnének változtatást. A levelekben egyebek mellett szerepelt például a trágyaszag, melyet megválasztása esetén törvénymódosítás kezdeményezéssel próbálna megszüntetni, de beszélt arról is, hogy kezdeményezni fogja a belügyminiszternél a védakapu elhelyezését a Kossuth-Ferenc utcán, valamint szeretne megoldást találni arra, hogy a Patkós Irma Művészeti Iskola kedvező áron vagy ingyenesen jusson hozzá az orosz laktanya ingatlanjához, hangsúlyozta a polgármester jelölt. 10 nap múlva jobbá fogjuk tenni ezt a várost, nem a kormány ellen, hanem a kormánnyal együtt. Innen üzenem Szijjártó Péternek, hogy ez a város nem felforgatni akarja a világot, hanem építeni akarja. Hogy ez a város hisz abban, hogy a Magyar Köztársaság kormánya nem csak azokat az állampolgárokat támogatja, akiknek a zsebében narancs lapul. Dr. Csáky András arról is szólt, hogy mi az, amit meg tud ígérni a lakosok számára. Azt tudom önöknek ígérni, hogy őszinte leszek, nyitott leszek, hogy az önkormányzatot, ha megbíznak a vezetésével, átláthatóan fogom irányítani. A korrupciómentességet is biztosítani fogom. Azt is meg tudom önöknek ígérni, hogy nem lesznek baráti megbízások, áttekinthetetlen tanácsadói szerződések, nem lesznek titkosított anyagok, mint az Eliosz anyag volt. Ezeket meg tudom ígérni, mert ez tőlem függ. A többivel kapcsolatban pedig azt tudom mondani, hogy össze kell állítani egy listát, amit fontosnak tartunk önökkel együtt, a képviselőtestülettel együtt, és aztán, amit ebből meg tudunk valósítani, azt meg fogjuk valósítani. A fórumon a résztvevőknek lehetősége nyílt elmondani javaslataikat, illetve választ kapni kérdéseikre.